A bázis iskolákra támaszkodva közel 250 fiatal kézilabdázik a nyírsuli csapataiban. A nyári pihenőt követően augusztus elején elkezdődtek az edzések, és már a felkészülés hajrájában járnak a csapatok. A játékosok száma az elmúlt években folyamatosan nőtt, és a szakág vezető reményei szerint a mennyiségnek köszönhetően a minőség is javul majd. A munkának a java már a végéhez közeledik, kezdődnek a bajnokságok. 12 edzőnk, 12 csapattal kezdi meg az új szezont. Közel 238 igazolt versenyzővel rendelkezik a nyírsuli kézilabda szakága. A gyerekek száma fokozatosan nő, ez nagyon jó, mert az alap szélesedik, és a csúcs, a piramis csúcsán előbb-utóbb ez kézzelfogható eredményt fog jelenteni. Az elmúlt években a tehetséges nyíregyházi fiatalokat rendre elcsábították az élvonalbeli klubok utánpótlás csapatai. A cél az volt, hogy megálljon a játékos elvándorlás, és úgy tűnik, hogy az erőfeszítéseket siker koronázta. Az idén nyáron szerencsére megfordult a trend, sikerült nekünk környező városokból magunkhoz édesgetni egy-két tehetséges fiatalt. Nagy szerepe van ebben annak, hogy a felnőtt csapat tavaly évben bronzérmet szerzett, és az idei évben komoly eséllyel indul a bajnoki cím megszerzéséért, és azért, hogy feljusson végre az NB1-ben. Az ősszel induló bajnokságokban a nyírsuli csapatai regionális szinten ott akarnak lenni a legjobbak között, az erősebb korosztályok számára pedig az országos döntőbe kerülés a cél.